Az egyik szekszárdi üzletből értesítették a rendőröket a napokban, ugyanis a boltban kihelyezett adománygyűjtő dobozt ellopták. Kollégáim helyszínen adatot gyűjtöttek, majd ezt követően az elkövetők felkutatására indultak, és egy órán belül elfogták őket Szekszárdon a Tarcsai Vilmos utcában. Két tolvajról van szó, egy 15 éves dunavecsei fiúról, valamint egy 32 éves decsi férfiről, akik alkalomszerűen lopták el ezt az adománygyűjtő dobozt az egyik helyi boltból. A rendőrök mindkettőjüket előállították és gyanúsítottként hallgatták ki lopásvétség elkövetése miatt. A 15 éves fiúról kiderült, hogy a dunavecsei gyerek otthonból szökött meg nem sokkal korábban, ezért őt a hatóságok már körözték is. Az ellopott adományból valamennyi előkerült, de a tolvajok a pénz nagy részét már elköltötték. Az eljárást a szekszárdi rendőrkapitánysági bűnügyi osztályán folytatják.